Soha annyi látogató nem járt még a Nyíregyházi állatparkban éves szinten, mint idén, mintegy 600 ezer vendéget fogadott a létesítmény. Legutóbb az úgynevezett 100 forintos napon keresték fel sokan az út, akik rászorulókat segítő ajándékokat is hoztak magukkal cserébe a kedvezményes belépőjegyért. Ezen a novemberi napon több mint 16 ezeren voltak kíváncsiak az ott élő állatokra. 2019-ben is volt mire rácsodálkozniuk az ideérkezőknek, sok minden megújult, mások mellett a park vizuális megjelenése, új madárház épült, és a gólya is sűrű megfordult a parkban. Idén a majmok remekeltek, és a vendégek kedvencei, úgyhogy nagyon sok kis majom persze hozta a vendégeket, na de olyan különlegességek is történtek nálunk, mint például a vörös macska medve, az úgynevezett kis panda ikrek születése, amik abszolút vonzák a látogatókat, és hát megújult az egész park dizájnja. Tavaly kezdődött, és igazából most debütált az első üzleti évével az új sétány és a látogatóközpont. Szakmai eseményekből sem volt hiány. Tavasszal a cápákról és a porcos halakról rendeztek nemzetközi konferenciát 17 ország közel 60 szakemberének részvételével. Itt arról volt szó, hogyan lehet ezeket az állatokat gyógyítani, megmenteni és a túlélésüket a természetben biztosítani. Egy másik jelentős konferenciára is sor került évközben, ennek középpontjában az Ausztráliában őshonos erszényes állatok álltak. A zoo sikeres működéséhez az itt dolgozók tudományos munkája is elengedhetetlen. Részt veszünk például a vietnámi gibon megmentési programba, de számos más érdekes nemzetközi aktivitásunk is van. Például az európai zoopedagógiai programok kidolgozásának is komoly részesei vagyunk. A Nyíregyházi Állatparknak mintaszerű zooiskolás programja van, és ezt Európában igyekszünk terjeszteni, és az Európai Szövetségen belül ennek nagy fogadókészsége van. Az állatpark a digitalizációval is tartja a lépést. Nemrég egy applikációt dolgoztak ki egy nyíregyházi céggel közösen, ez jelenleg próbaüzemben működik. Célja pedig, hogy használatával minél kevesebb papírt kelljen használni, hiszen a kinyomtatott térképek helyett ez kalauzolja el úti céljukhoz a látogatókat a parkon belül. Bár az alkalmazás még finomításra szorul, már most sikernek örvend a vendégek körében. Akár csak az elektronikus jegyvásárlás, amit szintén egyre többen választanak. Azóban már a jövő évre vonatkozó tervek is megvannak. Hamarosan egy nagy volumenű építkezés kezdődik, az India háza zöld piramis kistestvére lesz, és segítségével India állat- és növényvilágával tudunk majd megismerkedni, várhatóan már egy év múlva.